Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, és ez mindig akkor aktuális, amikor megtekinted ezt a videót. Itt középen van egy szent hölgy, aki óv bennünket, vigyáz ránk. Ezt a szent hölgyet Ursula von Köln nevezik. Tehát Orsolya Kölnből. Amit ez a szent hölgy számunkra most üzen, az a szeretet, az a szívnyitás, az egyetértés, a megértés, a segítség, itt szeretetről és persze szerelemről is szó van, hogy nyitottak legyünk érzelmekről beszélni, másokra odafigyelni, segíteni másoknak. Sőt, itt megjelenik a szív, ami szimbolizálja a szerelmi kapcsolatot, de jelenti azt is, ami a mi szívügyünk, amit mi kedvelünk. Ez lehet a családi kapcsolat, ezek lehetnek barátságok, ez lehet a hivatás, vagy egy hobbi, persze jelenti a szerelmet is. És itt nyílik egy ajtó, kinyílik egy lehetőség. Vagy mondhatnám azt, hogy ez a szent Orsolya Kölnből segít abban, hogy nyitottak legyünk, ami a szívünket illeti, ezeket a szív dolgokat illeti. Persze jelenti azt is, hogy ő lesz majd nyitott érzelmekről beszélni, és ezzel a kulccsal le lehet zárni bizonyos dolgokat, ami kellemetlen volt eddig, ami megsebzett bennünket, ami fájdalmakat okozott, és nyitottak leszünk más kapcsolatokra, vagy más lehetőségekre, ami egy hangban van a mi szívünkkel. Ha odafigyelünk ezekre a dolgokra, és megvan a hitünk, hogy ez a szent hölgy most segít nekünk, akkor az szerencsét hoz, hiszen látható itt a csillagkép, és jelenti a szerencsét, persze a bizalmat is, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És itt a virágcsokor, az jelentheti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet, de jelent egy kellemes meglepetést is, egy meghívást, vagy egy ajándékot. Lehet, hogy te kapod ezt az ajándékot, és ez szívből jön, vagy a társadtól, vagy egy barátnőtől, vagy valakitől a családból, lehet egy kolléganő is, és ezt elfogadhatod. Vagy jelenthetik a kártyák azt is, légy nyitott másokra odafigyelni, és ajándékozz meg valakit, vagy hívd el magadhoz, találkozzatok, és akkor lesz egy szép délután, ahol együtt tudtok csevegni bizonyos dolgokról. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!